Nem tudni pontosan, mikor épült a válaszúti kastély, de egészen biztosan állíthatjuk, hogy a 18. század második felében már állt. A kastély ura ekkor Bánffy György, aki két vármegye főispánja volt. Az előkelő építmény vármegyegyűléseknek is teret adott, levéltárat is befogadott, gyönyörű kerttel rendelkezett, virágzó birtok volt, finom és nemes emberekkel. A kastély mindig a Bánffyaké volt, generációról generációra örökölték. Tulajdonosai közt ott volt Bánffy György, Bánffy Albert, Bánffy Dénes, Bánffy Ádám. Mára már termei élettelenné váltak, az épület megtelt titokzatossággal. Bár elvesztette egykori fényét, elvesztette jogos és törődő tulajdonosait, ám még megmaradtak töredékei egykori varázsának, megmaradtak falai és maradt portása is. S ha már a falak nem beszélhetnek, őt kérdeztük. Foarte frumoasă și sculpturi după vremea lui Bánffy Albert și Bánffy Ádám, ultimii descendenți ai familiei, care au locuit aici până înainte de războaiele mondiale. Deținători de urmași al familiei, nu mai are pe nimeni descendenți, au intrat în patrimoniul statului român sub tutela Consiliului Județean Cluj. Több átépítésen ment keresztül a kastély, de mindközül a legfontosabb az erdélyi arisztokrácia különös figurája Bánffy Ádám idejében zajlott. Bánffy Ádám sokrétű művészi hajlammal rendelkezett, és élt is ezzel. Létrehozta Erdély egyik leglátványosabb kastélybelső együttesét. Kiváló fazakas és porcelánfestő volt. Saját kezőleg készített két zöldmázas csempekáját, melyek részt vettek egy országkiállításon, ahol Ferenc József császárnak annyira megtetszett az egyik kája, hogy Bánffy Ádám neki ajándékozta. Az a kája a világháborúban megsemmisült, így már csak ez a darab maradt meg. Aici, unde suntem într-o cameră de vânătoare, într-un salon de vânătoare. Aici, în salonul în care suntem. Denotă și lăzile astea care le avem, pe care stau domnii, și tabloul ăla cu vulpea și cu rătușca în gură, și mai este un tablou în spate cu iepurașul. Și iarăși, aici este un șimineu în spatele nostru, pe care doamna directorelor a mascat pentru copii ca să nu se umple cu funingine. Ăsta ne-a mâncat pădurea la Comuna Bontida și statul Răscruș, de nu avem pădure în sat. Asta e o problemă. A világhírű briezi mesterektől kitanulta a faragás mesterségét. 10 éven át dolgozott, elkészítette az ebédlő díszes mennyezetét, falburkolatát és bútorait. A briezi mesterek hatására ónémet stílusban dolgozott. Érezhető furcsa vonzódása a mitológia és mitológiai lények felé. Figurái sokszor ijesztőek, félelmetesek, hangulatuk sötét, titokzatos, de egyszerre nemes is. Ha a báró éppen nem ezekkel foglalkozott, minden bizonnyal a címbalmán játszott. A válaszúti emberektől hallani, hogy lakott itt egyszer egy bolond gróf gyermek. Mikor sétálni ment, a falubeli gyerekek mindig kicsalták belőle a pénzét. Ha pedig nem merészkedett ki, hófehér ruhácskájában masírozott a kastélyban. Nem tudni, ki lehetett ez a gróf gyermek, és az sem, hogy mi lett vele. Az is lehet, hogy nem is létezett. Pedig ez a skola speciala. Din anii 70 până în 2006-2005. Atunci s-a desfințat școala. A második világháború után a kastélyt elkobozták a Bánffyaktól,
és szociális kisegítő iskolává alakították át. Az iskola 2007-ig működött, majd hirtelen megszűnt tragikus események miatt. De aici, de sus, un copil din pod, urca după porumbei și a căzut de la înălțimea aia de acolo, de sus. Și când a căzut jos, a decedat. Și de aici a avut sfârșit școala specială. Mă înțelegeți? Și de atunci școala nu mai funcționează și castelul e în situația în care e. Datorită doamnei directoare care a fost de aici din sat, castelul ăsta a rămas în faza în care îl vedem, într-o situație foarte frumoasă, dar se degradează și se degradează dacă nu se face nimic. A gyermek halála bezárta a kapukat. Az iskola megszűnte óta az épület üresen áll. Jelenleg a Kolozs megyei tanács tulajdona, de valódi érdemes tulajdonos hiány a magányos kastély állapota egyre romlik.